Ha a fiúk kézilabda bajnokságában az ősszel a Petőfi iskola csapata volt a legjobb, mindkét ellenfelét magabiztosan verte, így a tavaszi szezon játéknapján is a Darai Márton által dirigált társaság volt a favorit. Az első meccsen a pirosmezes Calvin tér csapata volt az ellenfél, amely az ősszel 19 góllal maradt alul. Ehhez képest most sokáig fej-fej mellett haladt a két társaság, s csak 3-3 után változott meg a játék képe. Ekkor a petőfisek begyújtották a rakétákat, s érvényesítve a papírformát végül 11-4-re, tehát 7 góllal nyertek. Ez egyben azt is jelentette, hogy meg is nyerték a KIA Kupa fiú kézilabda bajnokságát. Következett a Petőfi-Petri telep találkozó, amelynek a legfőbb tétje az volt, hogy a petőfiseknek sikerül-e 100%-os teljesítménnyel megnyerni az aranyérmet. Erre nagyon jó esély volt, hiszen az őszi összecsapáson 17-2-es petőfis siker született. A sötétkék mezben játszó petrisek aztán most sem tudtak két gólnál többet szerezni, igaz, ezúttal 3-mal kevesebbet kaptak. Így végül 14-2 arányban maradtak alul. Ezzel a petőfisek le is tudták az idei KIA Kupa kézilabda bajnokságát, amelyet 4 győzelemmel zárva 100%-os teljesítménnyel, no meg imponáló gólkülönbséggel nyertek meg. A második hely sorsa a Calvin tér Petri telep meccsen dőlt el. Az őszi játéknapon a sötétmezes petrisek 18-6-ra nyertek, éppen ezért a Calvinos fiúkat fűtötte a visszavágás reménye. Az első félidőben nem bírtak egymással a csapatok, s ekkor még döntetlen volt az állás. A folytatásban aztán, ahogy mondani szokták, már csak egy csapat volt a pályán, a pirosmezes Calvinos fiúk 5 gólos előnyt harcoltak ki a végére, s ezzel 7-2-re nyertek, visszavágva az őszi vereségért. Ám a második helyhez ez sem volt elegendő, mivel a két csapat pont egyenlősége miatt a gólkülönbség döntött, s ez a Petri telep csapatának volt jobb. Így a győztes Petőfi mögött Petri telep Calvin tér lett a végső sorrend. A foci bajnokságban lényegesen kiegyenlítettebb volt a küzdelem az ősszel. A Petőfi úgy lett őszi első, hogy a Petri telep ellen óriási csatában mindössze 1 góllal nyert, miközben a Calvint 4 góllal verte. Most az első mérkőzést a Petőfi a pirosban játszó Calvin tér ellen vívta, s ezúttal is magabiztosan 3-0-ás első félidőt követően 4-1 arányban nyert a zömmel 6. osztályosokból álló ellenfél ellen. A rangadót a Petőfi-Petri telep derbi jelentette. A narancs jelző trikót viselő petriseket fűtötte a visszavágás reménye az őszi vereség miatt, s ennek megfelelően alakult a meccs. A félidőben még 0-0 volt az állás, majd a folytatásban vezetéshez jutott a Kis János által irányított Petri telep. A Petőfi azonban nem adta föl, s végül fordított 2-1-re, s ezzel meg is nyerte a KIA Kupa foci bajnokságát is. A meccsnek volt egy sajnálatos sérülése is, a Petri telepi Szepesi Sándor egy ütközést követően 2-es alkartörést szenvedett. Így csapata már nélküle állt föl a pirosmezes Calvin tér ellen. A két együttes őszi meccsén a petrisek nyertek 2-0-ra. Az előző meccshez hasonlóan itt sem nagyon bírtak egymással a fiúk. A félidőig itt is, ott is esett 1-1 gól, azaz 1-1 volt az állás. A folytatásban aztán egymást követték a nagyobbnál nagyobb helyzetek, ám rendre kimaradtak azok. Aztán a végjátékban a petrisek végre betaláltak, s meg is nyerték a találkozót. Így a győztes Petőfi mögött a Petri telep végzett a második, a Calvin tér a harmadik helyen. Ezzel már csak egy forduló, a Leány foci bajnokság maradt hátra az idei KIA Kupából, s erre május 2-án kerül sor.